Városi és kamarai vezetők gyűltek össze csütörtök kora délután a Városháza egyik termében. Itt erősítette meg együttműködését az önkormányzat és a vármegyei testület, előbb szóban, majd írásban is. A polgármester megköszönte a kamara munkáját és azt a széles körű tanulmányt, amivel most ők is hozzáteszik a magukét a minél sikeresebb Győr megteremtéséhez. Elengedhetetlen az, hogy megkérdezzük a hogyan továbbról a gazdasági élet szereplőit, hiszen mi itt a hivatalban nyilván valamennyire rálátunk a napi működésre, illetőleg a dolgok alakulására, hogy a folyamatok hogy alakulnak és hogyan lehetne fejleszteni. Van egy elképzelésünk, ami lehet, hogy vagy jó, vagy nem jó. Mindenképpen jó, hogyha az ember megkérdezi azokat, akik nap mint nap ebbe dolgoznak, tapasztalatot szereznek és óriási tudást halmoztak fel. Én szeretném megköszönni Pintér Péntek Imre elnök úrnak azt a munkát, amit elvégzett az elmúlt pár évben, amit láttam az elmúlt pár évet. Egy fantasztikus olyan összefogást alakított ki, ami egy óriási szellemi muníciót hozott össze, és mi számítanánk erre a tudásra, és ez óriási öröm számomra, hogy ez a szándék ez nem egy oldalú, hanem kölcsönös, és ennek megfelelően úgy gondolom, hogy amit szoktam mondani, hogy szívügyünk Győr, nem csak nekem, mint politikusnak, a városvezetőnek, vagy az itt dolgozó munkatársaimnak, hanem azok az embereknek, amik nap mint nap a saját boldogulásukat építve egyúttal a városnak a továbbfejlődését is biztosítják. Pintér Péntek Imre elmondta, három vármegyebeli régióra, köztük a győri térségre vonatkozóan készítették el szakmai anyagukat. 10 témakörben gyűjtöttek információkat, és 30 projektcélt határoztak meg a jövőre nézve. A kamarai elnök a legnagyobb kihívásnak az autóipar átalakulását nevezte. Itt van egy óriási járműipari cég, most Audinak hívják, ami egy óriási lehetőség és egy óriási kihívás is a városnak, mert az a kihívás, hogy a megyei össztermelésnek majdnem a felét egyetlen egy cég termeli, ezt úgy hívják, hogy Audi, beszállítók nélkül. Ha még a beszállítókat is hozzárakjuk, akkor ez legalább szerintem 70%-ot a beszállítóval együtt a megye gazdaságának ezt termeli, azért nem kis dolog. És az autóipar fölött érdekes kérdőjelek vannak. Nem tudjuk jelen pillanatban, hogy mi fogja a kocsit hajtani 10 vagy 15 év múlva. Nem tudjuk, hogy mi fogja vezetni, vagy ki fogja vezetni. Nem tudjuk, hogy a kocsit mire fogjuk használni, azon kívül, hogy szállítunk el eszközöket. És most előjött az a negyedik dolog is, hogy nem tudjuk, hogy pontosan hol fog menni, hogy a földön, vagy megindul a levegőbe való közlekedés. Csak ennyi kérdőjel van az autóipar körül, és még ráadásul a rengeteget támadott belső égési motorok a környezetszennyezés miatt. Hol van a világ legnagyobb motorgyára, belső égési motorgyára, az a mi városunkban van, ezzel is valami történni fog. A köszöntőket követően a felek ünnepélyes keretek között erősítették meg együttműködésüket, és fejezték ki közös óhajként azt a célt, hogy teremtsék meg a jövőben a minél sikeresebb Győrt.